első köteted több költeménye kapcsán elmondható, hogy kiérezni belőlük valamiféle bájoló varázsének jelleget, ami egyik utóbbi Sziklarajz című verseskönyved számos versére is érvényes. Változott valami a vershez való viszonyodban az elmúlt évtizedek során? Hát változni nyilván változott. Na most már az ember minél többet szétnéz a költészet világában, annál inkább rájön, hogy miféle utak vannak még egy költő számára, amikről addig az elején nem tudunk, mert nincs honnan tudnunk egyáltalán. És az én nemzedékemnek különösképpen nem volt honnan tudni, mert olyan volt a helyzet, hogy tájékozódni sem lehetett. De hál' Istennek nem ragadtam meg egy elképzelés, hogy mondjam, sodrásában próbáltam szétnézni a világba, amennyire tudtam. És akkor én az a fajta vagyok, aki nem elkerülni akarom az engem érő hatásokat, hanem megpróbálok valamit, hasznot hozni haza belőle. A Kővadászok klubja. A Kővadászok klubját megnyitom. Vigyázzatok, el ne nyomjon az álom. Tudom, amikor pipacsok voltatok, zengett sok sejhaj, virágdínom dánom. A kővadászok a hűség fiai. Közéjük állni sem dics, sem botorság. Ti, akik valaha pipacsok voltatok, tudjátok, milyen egy vérben ázó ország. Talán még annyit, ez itt nem vetés. Ez az egyszerű, kedves láncsaerdő. Amikor még pipacsok voltatok, nem tudhattátok, ez akkor is eljő. A KK tőletek mit sem követel. Megteszi más úgy is, s minden áron. De ti valaha pipacsok voltatok, vigyázzatok, el ne kapjon az álom. Végül a KK-ba belépni se kell. Ki belép, intézze szabadon sorsát. És emlékezzen, pipacsok voltatok, és beszőttétek a nyári Európát. Az, ami az első kötetemben volt, tehát az az indulat, és az, ahogy bájolónak nevezted ezeket a szövegeket, ami a népköltészetben, a népköltészetekben az a legrégebbi szövegektől mostanig mindig jelen is van. Hát nyilván az ember onnan kezd verset írni, legalább én onnan kezdtem verset írni, hogy ezek valahol megragadtak bennem, és hát hogyha úgy gondolod, hogy az utóbbi kötetemben, a legutóbbi kötetemben ehhez visszatértem, akkor én örülök. Nyilván nem azon a szinten tér vissza az ember, és nem olyan szép szóval ilyen koordináták között mozognak ezek az emlékek, meg ezek az emberben megragadó ilyen dallamok, meg hogy mondjam, történelmi regefoszlányok, vagy egyszerűen a saját életemhez kapcsolódó történetek, családhoz való folyó történetek, meg Erdély történetéhez, meg ilyesmikkel. Tehát ezek a dolgok engem mindig is izgattak, mai napig is izgatnak, úgyhogy én ezeket nem is akarom elhagyni. Kőnyomat. Segített mindenben. Tehetsége szerint. Verset nem írt helyettem. Még csak nem is sugalt. Lassan beszélt, mint régi vízimalmok. Miként állhatnál, dohogta a színem elé majdan, ha ezek tudva tudnák, versedet én sugaltam. Volt egy kanyar
amikor felfedeztük az avantgárd, a nyugati avantgárd, és nem csak a nyugati, mert az orosz avantgárd költészetet is, ami természetesen mindnyájunkra, nem csak én rám, mindnyájunkra nagy hatással volt, mert az 50-es évek és a 60-as évek elejének az a költészete, ami itt a romániai magyar irodalomban volt, az a teljesen hagyományos, a magyar költészetből is a népi vonalat képviselő költészet, az egyszer csak kinyílott a 60-as évek elején a forrássorozat megindulásakor, és akkor kezdtünk mi is, mi akkor léptünk be tulajdonképpen az irodalmi életbe, és akkor tárult ki egy kicsit az ablak annyira, hogy egyáltalán az ember tudomást szerzett arról, hogy a 20. század elején, a 19. század végén, 20. század elején mi volt az a robbanás, ami az európai költészetben végbe ment. De miközben ez a látókör kitágult számotokra, aközben azért volt egy elég vadvilág, ami mint fiatal szerzőket, vagy akár már később is benneteket, mint szerkesztőket, írókat körbevett. Egyik beszélgetésünk alkalmával arról esett szó, hogy a költészet a legjobb eszköz a félelem ellen. Ez olyan verseidből is kitetszik, mint például a Kokáért a Kővadászok klubja, vagy az 1980. november 26. Említem ezt a két verset azért is, mert mindkettő az Amikor pipacsok voltatok című kötetetben szerepel, és éppen a kötet kapcsán egy alkalommal megállított egy kedves olvasó az utcán, hogyha ezt a történetet a félelem legyőzése és a költészet kapcsolata kapcsán elmondanád. Amikor egy, úgy emlékszem, hogy megállít egy hölgy, és azt mondja neked az utcán, hogy A történet igen szép. Valóban egy ilyen piaci bevásárló körút után találkoztam az egyik képzőművész textiltervező barátnőmmel, és a klasszikusan hogy mondjam, mélységek végét, fenekét nem ismerő női táskából egyszer csak elő halászta az Amikor pipacsok voltatok című kötetemet. Összegyűrve volt a kötet, amúgy sem kemény táblával adta ki a kiadó, és azt mondta, hogy azt a kötetet magával viszi azóta, amióta megvette és elolvasta, és olyan munkahelyen dolgozik, ahol őt naponta kemény megrovásokban részesítik, ha megérdemli, ha nem. Inkább nem érdemelte meg, de valamiért nem volt ő szimpatikus az igazgatónak. És amióta ő azt mondta viszont, hogy ez a kötet azért van nála, mert amióta elolvasta, és be kell hivatják az igazgatóhoz, ő elolvas 1-2-3 verset belőle, és ő azóta nem fél. 1980. november 26. Trelleborg felé fut egy fél fekete ebb. Köd zabálja a fákat, egyre nehezebb. Őszi tejben leng a világ bizonytalanul. Megőszülsz ózsdi becsületben, lopni tanulj. Találomra belövöldözünk sejthető házak ablakán. Hűtlen szeretőinket eltalálhatjuk talán. Becsapottak, jégre csaltak folytó nappali éje ez. Naív harcosok hős homlokára hűsítő hahota permetez. S jól lenne, ha nem volna nem jól, és könnyű, de egyre nehezebb. És a sínek között Trelleborg felé
csak lohol a fél fekete ebb.